Sziasztok, Karika vagyok. Gondoltam, csinálok egy videót arról, hogy milyen a sziget, amikor amúgy nincsen sziget. Ez lenne itt a A38-as sátornak a helye. Ez itt nagyjából a nagy színpad. Ugye arra lenne a küzdőtér. Arra megyünk fel a sziget csücskébe. Itt pedig azt hiszem a múzeum, nem múzeum sátor, a színház sátor volt. Nagyon vicces, hogy teljesen regenerálódott a fű, gyakorlatilag nem is látszódik, hogy itt ilyen 11 hónapja még mekkora fesztivál volt, por volt, akkor nem volt fű. Most már bejöttem a közepére, a nagy színpad előtt. Ugye, ahol az alocsoló van, ott lenne nagyjából a nagy színpad, talán egy picit tovább. Itt lennének az vendéglátóegységek. Erre szintúgy. Azt hiszem, arra lenne a VIP. Hát haladjunk tovább. Azért vannak itt foszlányok arról, hogy igen, itt szokott lenni a sziget. Ez az a utca, ha lehet így fogalmazni, ahol a fákat föl szokták díszíteni lampionokkal. És nagyon vagányul néz ki. Egyébként egész nagy nyugalom van a szigeten. Persze miért nem lenne az. De nem sokáig. Egyre jobban haladok a sziget csücske felé. Ez itt most, azt hiszem, itt szokott lenni a Magic Mirror. Itt ezen a részen. Meg a Party Arena is talán itt szokott lenni, mert nem tudom, hogy hívják azt a fotákolmányt. Arra pedig a művészeti cuccok szoktak lenni. Most egy kutyaszitter van. Strand. Ez már a csücske a szigetnek. Most megpróbálok legurulni. Inkább nem. És most már lent. Igen, azért talán itt van a legnagyobb élet. Főleg kutyások. Bocsánat az a érde. Az én biciklim egy picit hangos. De gondoltam, hogy így menet közben is veszek föl pár kockát. Thank you.
probléma megoldva. Mert ideig most már el szeretnék menni. Ahol az infopult van. Aztán meglátom, hogy akkor a forgalom van a K-hídon, ott is csak jól lenne átmenni.